Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Gazdalátogatáson mutatkozott be egy családi vállalkozás Abán, a Mercsek család birtokán, a gazdatársak mellett ott volt Jakab István, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke is. Az Ifjú Gazdák Fejér megyei gazdaköre szakmai előadással egybekötött gazdalátogatást szervezett az Abai Mercsek és Fiai Agrár Kft. Birtokán. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke is. Tiszteltek, köszöntöm. Elnök úr, én azt gondolom, hogy a családi gazdaságok a magyar agrárium talpontjai mindenképpen, hiszen nagyon fontosak számunkra. Tehát egy ilyen gazdaság, mint a Mercsek és Fiai Agrárgazdaság rendkívül fontos számunkra. Milyen gondolatok mentén érkezett meg ide, hiszen abba a mezőföld szívében van. Régi vágyam volt az, hogy ezt a pillanatot megéljem. Végigkövettem a Mercsek családnak a munkáját, fejlesztéseit. Láttam, hogy milyen hihetetlen erőfeszítéseket tesznek. De példát adnak a környékbeli családoknak is. Azzal az érzéssel jöttem, hogy egy idős gazda, aki teljes életével megmutatta azt, hogy van lehetőség fejlődni, van lehetőség önálló gazdaságot kialakítani, most a fiatal gazdákat fogadja, a gyerekei által, tehát a családjával együtt fogadja a fiatal gazdákat, és példát, és ha úgy tetszik, utat mutat nekik. Ma itt lesz a megye ifjú gazda szervezetének szinte minden tagja, ma közgyűlést tartanak, de ma ez a család bemutatja, hogy a fiatalok hogyan vették át a gazdaságot, és hogyan viszik tovább, hogyan fejlesztenek tovább, mik az elképzeléseik. A MAGOSZ mennyiben tudja segíteni a családi gazdaságokat, hiszen tudjuk, hogy az agrárszektorban ez rendkívül fontos. A MAGOSZ kezdettől fogva az agrár élelmiszergazdaság, a vidékfejlesztés, ha úgy tetszik, motorja, szakmai, emberi hátteret tudunk adni annak a politikának, amiben a kormánnyal megegyeztünk, hogy 80-20, tehát 80% családi gazdaság, 20% nagy gazdaság, és ezek együttműködése az, ami a jövő szempontjából egy nagyon erős, stabil agrár élelmiszergazdaságot eredményez úgy, hogy közben a vidéki életminőség jelentős mértékben javul, és az emberek ott tudnak maradni vidéken, ahol voltak. Ez volt, ez ma is a célunk, és hiszem, hogy a fiataloké is ez lesz a jövőben. Tehát igen, a MAGOSZ teljes tagsága abban érdekelt, hogy itt az Európai Unión belül a 21. század tudás alapján a legkorszerűbb technológiát alkalmazzuk, és a rendelkezésünkre álló összes Európai Uniós forrást okosan, tudatosan, célszerűen a fejlődésünk alapján tudjuk a családok érdekében, az ország és a nemzet érdekében hasznosítani. Ha már az uniónál tartunk, a közös agrárpolitika változásai, a KAP változásai milyen hatással lesznek a családi gazdaságokra? Miként látja ön? Nagyon kemény feltételeket határoztak meg. Hozzáteszem, hogy erős küzdés volt, petíció, V4-ekkel egyeztetés, a Kopakozsekával, tehát az uniós érdekképviseletek szervezeteivel való egyeztetés követően brüsszeli agrárdemonstráció, akkor, amikor a fő trilógus a döntéshozatal előtt állt, és kihívtuk a parlamentből a képviselőket, hogy jöjjenek ide is a gazdák előtt, mondják el az álláspontjukat, hogy miért akarják tönkretenni a gazdákat, végül is egy konszolidáltabb terv került elfogadásra, egy konszolidáltabb uniós költségvetés került elfogadásra, és a feltételek is enyhültek valamennyire az eredetileg tervezett durva változtatásokhoz képest. De hozzáteszem, hogy a családi gazdaságok vannak abban a helyzetben most a korszerű tudás és technológia birtokában, hogy versenyképesen tudnak beszállni abba a küzdelembe, ami rájuk vár. Ehhez a kormány nagyon jelentős támogatást ad, hisz 2 évig nem lett elfogadva az Európai Uniós költségvetés, tehát 2 év átmeneti időszak van,
amikor a régi módszer szerint, de már az új büdzséből kapjuk a forrásokat. Ehhez a magyar kormány 17,5% nemzetkiegészítés helyett 80%, tehát az Európai Unióban adható és az Európai Unióban egyedülálló legmagasabb nemzeti kiegészítést biztosítja hozzá. Ez azt jelenti, hogy most ebben az évben és a következő évben 1570 milliárd forint áll rendelkezésre fejlesztésre, vidékfejlesztésre. Csak hasonlításképp mondom, hogy az előző 7 éves ciklusban a vidékfejlesztésre összesen 1350 milliárd forint átrendelkezésre. Tehát hatalmas lehetőség, nagyon jelentős források vannak, és bizony a mai napon is hozzáértő, profi, felkészült, komoly szakmai tudással rendelkező fiatal gazdák vitatják meg, hogy hogyan lehet az uniós forrásokat leginkább céltudatosan felhasználni, és hogyan tudjuk a közös agrárpolitika változásából eredő követelményeket magunk javára fordítani úgy, hogy az egy hektár első forrást, támogatást tudjuk minél jobban kihasználni. Ez azt is jelenti, hogy a fiatal gazdákra sokkal nagyobb szerep hárul, tehát átveszik azt a safétabotot, amit nagyapáink, apáink megteremtettek? Tudomásul kell venni, hogy a 21. század első harmadának végén vagyunk. Tehát aki nem képes az újfajta tudást használni, igénybe venni, alkalmazni, aki nem akarja elfogadni azt, hogy a klíma nem változni fog, hanem megváltozott, aki nem akarja megérteni azt, hogy itt a Kárpát-medencében egy egészen új klimatikus viszonyok között kell dolgoznunk, új innovációra van szükség, új technológiai megoldásokra van szükség, hogy ma már az űrből kapott adatok, felvételek alapján kell meghatározni, hogy milyen változtatásokat valósítsunk meg, új fajtákat kell köztermesztésbe hozni, teljesen új módon kell az élelmiszer termeléshez viszonyulnunk, hisz az emberek életmódja megváltozott, egy mozgásszegény életmód van, másfajta táplálkozása, másfajta típusú élelmiszerekre van szükség. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás elé állítja az embereket. Én azt hiszem, hogy a fiatalok erre tökéletesen alkalmasak. A 2009-ben alapított családi vállalkozás fő profilja a sertéstenyésztés és a növénytermesztés. A jó gazda gondosságával művelt területek mellett az állattenyésztési ágazatban is kimagasló eredményeket mondhat magáénak a cég. Évtizedek munkája van a Mercsek és fiai agrárvállalkozásban, gratulálhatunk hozzá. Ezt jelzi, hogy itt van velünk Jakab István, a Magosz elnöke, az országgyűlés alelnöke is. Hogy épül fel egy ilyen családi gazdálkodó egység, hiszen ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy megvan a jelen és megvan a jövő is. Hát sok szorgalmas munka árán lehet ilyet elérni, de ehhez kell a család tagja is. Itt dolgozik három fiam, három unoka ebben a gazdaságban. Meg kell a feleség is, aki hát nagy támasz ilyen végrehajtásában, amiben mi is kezdtünk. Majd, hát meglássátok, kint van egy újonnan épült sertéstelep, ami az unokáknak épült már, nem a fiaim, már fiaim is a legidősebb, már 60-kodik. Meg másik 55 éves, meg 52-3 ilyen fiam van. Na most az ősszel tudjuk átadni, mert hát azért én fölöttem már eljárt az idő, hál' Istennek jól érzem magam, de ők veszik át az unokák a családi gazdaságokat. Hogy épül fel a családi gazdaság? Ugye a sertéstelepről beszéltünk, de mi minden van hát, még itt? Tudunk, ugye nyilván. A rendszerváltás után az édesapámnak volt 17 hektárom, akkor Magyar Holdnak volt, ugye ezért 200 fő, ugye azon gazdálkodott. Hát nyilván mindenki elő tudott, hogy 59-ben mindenkinek be kellett állni a úgynevezett termelő szövetkezet, be vagy paraszt nyilván kolhozba, ezt tudjátok ti is. Ugye akkor ez a gazda. Utána ugye a rendszerváltáskor ezeket a földeket visszavettük, és lassan lépésről lépésre, akiket béreltünk, hát próbáltuk megvenni, hogy saját tulajdon legyen, mert hát
aki gazdálkodik, annak a föld az arany. Hát ennyi. Miként épül fel? Mi mindent termeltek? Hát kalászos, ugye, hát okvetlen kell. Na most el kell mondjam, hogy jelenleg 88 anyakoca van, annak a szaporulatát mi el nem adjuk, meg hizlaljuk. Ott kint az a sertéstelep, 400 malac, 28 napra választunk, 400 malac fogadására alkalmas, meg 800 hizó ott kint. Itten csak anyakoca van, a fialásig, ugye meg a 28 nap választásig. Még van egy pár szarvas marhánk is, de már azért, mert van rétünk, hogy ez a szállas takarmán se veszen, ugye kárba, akkor már értékesítsük saját vonalon. Hát nem egy nagy szarvas marhányban jelenleg 23 tehén, de ma hoznak egy limuzin törzstenyészetből bikát vásároltunk. Ezt is fejleszteni akarjuk, hát nem olyan több száz mind a sertés, mert az a fővonal, meg a növénytermesztés. Növénytermesztésben ugye főnövény általában a kukorica, hát árpát okvetlen kell, mert annélkül hizlalás, sertéstartás ugye nincs, buza és napraforgó. A buzát meg az árpát már levágtuk, a árpát, a fölösleget, azt már értékesítettük is, 58 ezer forintos áron, mert most fölmentek ugye az árak, de most még már még följebb vannak. A buzát is, ami volt fölösleg, el tudtuk adni, azt meg 79 ezerért. A napraforgó kukorisz esetében még nem vagyunk elkötelezve, ott állunk a küszöbön, hogy hamarosan ugye lesznek az aratások. A találkozó életre hívója az ifjú gazdák Fejér megyei gazdakörének vezetője Kauzerné Szabó Virág bizonyosabban, hogy élnek a lehetőséggel, és a jövőben felkészülten vehetik át apáik, nagyapáik örökségét, szinten tartják és fejlesztik a magyar agrárgazdaságot. Ez egy fontos pillanat, én azt gondolom, hiszen ez így kerek a történet, hiszen Mercsek György arról beszélt az imént, hogy évtizedek munkája kellett ahhoz, hogy felépítse ezt a gazdaságot, és ma már a fiataloké a jövő. Ennek tükrében miként fogadta azt a meghívást, hiszen a Mercsek Farm egy példa és példakép. Így van. Nagyon örülünk, hogy a gazdakör tagjaival ellátogathatunk ide a Mercsek György gazdaságába. A fia is aktívan részt vesz a gazdakörben, hiszen alelnöki pozíciót tölt be, és nagyon jó látni, hogy az egész család aktívan részt vesz a gazdaság mindennapjaiban. Tegnap egy előzetes bejáráson betekinthettem a gazdaság életébe, és megtapasztaltam, hogy itt valóban minden folyamatot a családon belül csinálnak. Itt vannak aktívan a fiatalok, a gépeket kezelik, az adminisztrációt, minden ehhez kapcsolódó tevékenységet családon belül végeznek, és azt gondolom, hogy ez példaértékű. Ezért is gondoltuk, hogy szükséges és fontos megmutatni a gazdakör tagjainak, hogy hogy működik egy jó felépített családi gazdaság. Ez nagyon fontos, mint ahogy az is, amiről Jakab Istvánnal az imént beszéltünk már, hogy két éves húzavona után elfogadásra került a közös agrárpolitika, tehát amit a jövőt is meghatározza a magyar agrárgazdaságban is. Ezt miként értékelik, hiszen tudjuk, hogy a kormányzat az eddigi 17% helyett 80%-kal segíti az agrárgazdákat, tehát ez egy jó hír. Ugyanakkor ezt a pénzt el is kell költeni méghozzá hitelesen, hasznosan, és azt hiszem, hogy az ifjú gazdák lesznek azok, akik ennek a elképzelésnek a nyertesei, hogy fognak hozzá? Így van. Én azt tapasztalom a megyében, hogy az ifjú gazdák nagyon aktívan közreműködnek a gazdaság életében, és gyakorlatilag van rálátásuk arra, hogy hogyan működnek ezek a pályázati források, milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet ezeket jól elkölteni. Tervek is vannak ezekre, és összességében véve azt gondolom, hogy meg fogjuk ragadni ezeket a lehetőségeket, fogunk pályázni, élni fogunk a fiatal gazdapályázati lehetőséggel is, és be tudjuk építeni a családi gazdaságoknak a fejlődésébe a közös agrárpolitika forrásait.
Ennek tükrében hogy áll most a gazdakörök, a fiatal gazdák? Gazdakörök tevékenysége az a gazdaságlátogatásukra, a gazdák érdekeinek képviseletére, a megyei gazdák kapcsolatrendszerének az építésére terjed ki, tehát mind gazdakör igyekszünk megadni minden segítséget, minden olyan kapcsolatot, ami előre viheti az egyes gazdaságokat, igyekszünk összekapcsolni a tudást, építeni egymás tapasztalataira, és így összességében véve együtt is tudunk fejlődni, és tudunk egymástól tanulni. A gazdaság három generációnak ad munkát, ma már a gyermekek és az unokák is kiveszik a részüket a gazdaság feladataiból, és egy olyan családi vállalkozást hoztak létre, amely példa lehet az agrárgazdaság generációs problémáinak kezelésére. Milyenek a hétköznapjaitok? Hát, nekünk fiataloknak elsősorban ugye a munka teszi ki a napjainkat. Hát a nagyszüleink ugye majd bemutatásra kerül, ezt felépítették a 90-es évektől, nagyszüleink, illetve szüleink. Mi ebbe beleszülettünk a mezőgazdaságba. Igazából mai nap úgy néz ki, vagy mai napig úgy néz ki, hogy a munka részét mi unokák csináljuk, a növénytermesztés, illetve az állattenyésztést is. Idén fogjuk megejteni a gazdaságátadást is. Ugye nagyapám át fogja adni nekünk unokáknak ezt a gazdaságot. A találkozón ismét bebizonyosodott, van jövője a vidéki létnek, és az is bizonyossá vált, ennek egyik talpontja a családi gazdaság lehet. Most pedig következik egy piaci körkép, egy beszélgetés Schulz Györggyel a Jancsár kertből. Jó itt körülnézni, én azt hiszem újra, annál is inkább, mert hogy a pandémia után, a koronavírus járvány után teljes erővel megy a piac, és azt hiszem, hogy telve áruval és jó minőségű árukkal. Milyen az idei időszak annak tükrében, hogy vége a nyárnak, és most már szeptembert írunk? Valóban a mai nagyon csípős hajnal is arra figyelmeztetett minket, hogy vége a nyárnak. Ez a másik oldalról azt jelenti, hogy visszatértek a vásárlók a piacra, a nyári szünetek az iskolaszünet után, és ismét a tavaszi, a nyár elejé megszokott zsongással lehet találkozni. Érdemes is kijönni a vásárlóknak, érdemes volt, hiszen nagyon gazdag áru választék várja őket minden termék kategóriában. Tehát a zöldségek, gyümölcseknél, most a barackoknak van nagy szezonja, paprika, paradicsom, mindenféle befőzési, étkezési célra kapható, és most már megjelent nagyobb mennyiségben a szőlő, és megjelenik az alma, a körte és a szilva. Tehát a zöldséggyümölcsben egy nagyon széles spektrummal lehet találkozni. Hát a sajtoknál, a füstölt húsoknál, és az egyéb háztáji termékeknél pedig a hagyományos termékkörrel. Nem emelkedtek az árak, ami nagyon fontos, hogy az elmúlt hetekre visszatekintve itt-ott a munkabérek, az előállítási költségek emelkedtek, de mindig van valami, ami ezt kompenzálta. Tehát itt hetek óta nem lehet magasabb árakkal találkozni. A minőség viszont ugyanaz, nagy szeretettel a háztáji termelők állítják elő a termékeiket. Igen, fontos kérdés, hogy az árérték arány annak tükrében, hogy itt őstermelői piacról van szó, megfelelő legyen. Úgy tűnik, hogy ez az elmúlt időszakban is így volt, amit az imént mondtál, és nem is változott. Van egyébként változás ilyen értelemben? Hát egyik oldalról, az előállítási költségek oldaláról van egy nyomás. Ugye nagyon nehéz munka erőt találni, mert szükséges azért a háztáji méretű gazdaságokban is, hogy legyenek szezonális besegítők, szezonális munkákban, és hát ha egyáltalán sikerült találni, akkor az emelkedő munkabérekkel lehet találkozni. Hát emelkedtek az üzemanyagköltségek, emelkedtek a szükséges előállítást elősegítő szerek ára, tehát egyik oldalról van egy ilyen nyomás. De ezt még a termelési módszerekkel, új technikákkal, technológiákkal sikerült kompenzálni.
Vannak bizonytalanságok, például, hogy nagyon forró volt a nyár, és emiatt többen bizonytalannak abban, hogy például a krumpli, hogy milyen termés fog hozni, sikerült-e a krumpli kötése, lehet karfiol, karalábé részeges hiánnyal találkozni, ez is a nyári forróságra, a forró időszakra vezethető vissza. De mindezekkel a vásárlók érdekében a termelők ezekkel megküzdöttek, ezekkel a problémákkal, és egyelőre lehet tartani ezt az árszintet. Pékáruk tekintetében is szinte azt mondom, hogy most már 2020 eleje óta nem találkozunk áremelkedéssel. Ez nagyon jó hír, ugyanakkor az is nagyon jó hír, hogy ismét lesz jövő hét csütörtöktől fehérvári családi hétvége, életmód hétvége, hiszen csütörtöktől vasárnapig nagyon sok mindent megtudhatunk. Melyek lesznek a fő programok? Mindig arra törekszünk, hogy az alaptevékenységünk, az egészséges táplálkozás, egészséges ételek, italok árusítása, háztáji magyar termékek árusítása, az kötődően ugye az egészséggel foglalkozunk, hiszen teljesen igaz a bölcs mondás, hogy azok vagyunk, amit megeszünk. De nem csak a fizikai egészséggel fogunk foglalkozni kiterjedtebben a következő héten. Itt gondolok elsősorban a hagyományos szűrővizsgálatokra, koleszterin, vércukor, vérnyomásmérésekre, hanem most a fizikai egészség mellett nagyobb hangsúlyt fektetünk a mentális egészségre. És itt a Tomek Noémi csoportjába tartozó mentális egészségügyi szolgáltatókat sikerült megnyerni, akik 10-15-en különböző területek szakértői, és itt állapotvizsgálatokra, tesztekre, konzultációkra kerülhet majd sor. A harmadik nagy téma pedig a környezetvédelem, és ebből is, ami a piacra tartozik, ez a csomagolásmentes vásárlás, a műanyag zacskóknak most már a teljes száműzése a csomagolóanyagok közül, és erre mutatunk be nagyon sok praktikát, gyakorlatot, hogy lehet mondjuk a gyerekeket úgy elindítani az iskolába, hogy csak természetes csomagolóanyagokkal lássuk el őket, vagy hogy néz ki egy vásárlói kosár itt a piacon, úgy, hogy ne használjunk fel mesterséges csomagolóanyagokat. Tehát ezt így együtt tekintjük egy családi szintű életmód fejlődésben egy kis lépésnek, ennyivel szeretnénk hozzájárulni mi is ehhez a kérdéskörhöz. Érdeklődéssel várjuk, ugyanakkor még egy nagyon fontos kérdés, a termelői piac jövője, hogy áll az építkezés, az új tervek? A tervek elkészültek, és beadásra kerültek az engedélyes tervek. Várjuk a hatóságoknak a reakcióját. Bízunk abban, hogy az előzetes konzultációk alapján a szakhatóságok pozitív válaszokat adnak az engedélyes tervben az egyes területekre, mint népegészségügy, katasztrófavédelem, vagy csak kettőt emeljek ki közülük. Ezzel párhuzamosan pedig a kiviteli tervek készülnek el. Hogy ez mikor indulást jelenthet, ezt most pontosan nem lehet tudni, hogy még esetleg ebben az évben elkezdődne a csarnok felújítása, vagy pedig a jövő év legelejére áttolódik ez a kérdés. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!